az Újvidéken 103 évvel ezelőtt megtartott nagy nemzetgyűlésen a bunyevácok kiemelkedő szerepet vállaltak, melynek eredményei napjainkban is tartanak, mondta ünnepi beszédében Szuzana Kujundzsics Osztoic, a Bunyevác Nemzeti Tanács elnöke. Bijeta toda, u kojem su Bunjevci odabrali svoju budućnost i svoj put, koji i do danas traje. Ideja slobodarstva, ujedinjenja slovenskih naroda, koja je dugo lebdila još od Ivana Antunovića, to veče postala je stvarnost. A Szabadkai Városháza dísztermében megtartott eseményen Stevan Bakić polgármester is felszólalt. 24. novembra u nekadašnjem hotelu Hungarija, u kojem je danas bioskop Lipka, održan je 1918. veliki narodni skup Srba i Bunjevaca Subotice. Naš grad je imao pravo da izabere čak 75 delegata od ukupno 757. Koliko će se sabrati sljedećeg dana u Novom Sadu. U istorijskom događaju je na kraju učestvovalo ukupno 84 Bunjevaca, koje je predvodio sveštenik Blaško Rajić. November 25-e a Bunyevácok nemzeti ünnepe, Szabadkán pedig idén májusban a szerb, a horvát és a magyar mellett a bunyevác is hivatalos nyelv lett.